Jó estét, sziasztok! Mező Mónika, a peakshop.hu és a Peak magyarországi vezetője. Sokat gondolkoztam azon, hogy ebben a témában, amit a videó fölé írtam, mit tudnék még újat mondani, hiszen nagyon régóta küldök ki leveleket az olvasóknak, és szerintem ezt a témát már körbejártam 100-szer, de az a tapasztalatom, hogy a szöveg nem biztos, hogy mindenhol mindenkinek átment, és valamikor jobb, hogyha egy rövid videóban összefoglaljuk, hogy erről mit tudunk, és miben segíthetek ebben a témában neked. Tehát három segítséget hoztam stressz és hát mondjuk idegeskedés ellen, és azt is hozzá szeretném tenni, hogy miért hinnél nekem? Nyilvánvalóan nem ismersz, maximum néha itt a videókban szerepelek, és a hírleveleket megírom, de aki nem ismer, az nem tudhatja, hogy miféle életet élek, de akkor egy picit beavatlak. Tehát Mező Mónika vagyok, a Peak Shop és a Peak vezetője Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy felelősséggel tartozom az összes nálam dolgozó emberért, azok családjaiért is gyakorlatilag, nyilván a saját családomért, saját lányomért, saját magamért. Felelősséggel tartozom a cégünkért, nyilván a márkáért, és hát minden döntésem jön. Ez azt jelenti, hogy ennek az összes felelősségét elbírom, és régóta elbírom, és vállalom is, amint mondom, ennek a teljes felelősségért. Na ez az, ami így nekem most már nem okoz stresszt. De most az a kérdés, hogy ha stressz okoz valami, az miért van? Ugye a mai értelemben már egy folyamatos feszültségnek nevezzük inkább a stressz. Régen, amikor még a dinoszauruszok elől futottunk, ha futottunk volna, akkor még azt neveztük stressznek, most már inkább azt nevezzük stressznek, általánosan elfogadottan, hogy egy feszültségben élünk, és folyamatos feszültség van, és idegességet érzünk. Tehát ezért is írtam a videó alá ezt a szót, vagy videó fölé ezt a szót. Tehát, hogyha így kellene vezetnem a céget, vagy így kellene másokkal dolgoznom, akkor már rég meghaltam volna, és azt is elmondom nagyon szívesen és őszintén, hogy mit tettem annak idején, amikor igenis én is ideges voltam ezektől a döntésektől, és én is úgy éreztem, hogy nem bírom a felelősséget. Tehát azért gondoltam, hogy picit ezt is elmondom, mert ezt szerintem még sehol nem mondtam el. Tehát 21 éve vezetem a PIK dolgait, és volt az az időszak az én életemben is, amikor igenis abban szembesültem, hogy rettentő sokat szenvedek, nagyon nehéznek találtam a döntéseket, nyilván nagyon sok rossz döntést is hoztam, ami miatt aztán még több hülyeséget okoztam, és még több szenvedést okoztam magamnak és a körülöttem lévőknek, és nyilván ez egy idő után egyre több és több lesz, amikor pedig már elviselhetetlenné válik. Na, ez az a helyzet már, amikor már olyan erős a stressz, hogy kénytelen mindenki foglalkozni, nem is csak a stresszkezeléssel, mert ezt így konkrétan annak idején nem tudtam kimondani, de valamit kellett csinálni, hogy egyáltalán túléljek, mert már annyira rossz volt az életem. És ennek a kiinduló pontja, nagyon sok helyen jártam, teljesen mindegy, hogy végeredményben milyen tréningeken és terápiákon voltam, tök mindegy, de utólagosan most már jól látom, hogy ennek a kiinduló pontja mindig az önismeret. Tudom, hogy nem szeretjük ezt a szót, nem is akarom annyira szakmázni, meg pszichologizálni ezt a videót, de oda tudom adni azt a nulla pontot, ahonnan mindenki el tud indulni, mindenféle tréningre járás és terapeuta igénybevétele nélkül. Hát kérlek szépen, én annak idején, hogy megint legyen könyvajánlás, ezt a könyvet használtam, és megmondom őszintén, hogy én, ha jól emlékszem, volt egy barátom, egy másik cégvezető barátom, aki ezt eljuttatta hozzám. Ennek az a címe, hogy Személyiségtípusok, Don Richard Rizzo és Russ Hudson írta. Na most mi ez az egész, mindjárt mondom. Önismeret mindenkinek az Enneagram segítségével. Na most az Enneagram szót, hogyha beütöd a Google-ba, olyan érdekes dolgok fognak kijönni. Tehát ezt azért javaslom mindenkinek, mert így akkor elkerülhetjük azt a sokféle szenvedést, amit én is okoztam magamnak és másoknak, és nem csak a munkában, hanem a magánéletemben is.
És akkor megvan egy nulla pont, ahonnan kiindulhatunk, hogy miért vagyok ilyen hülye, miért viselkedem így, miért nem bírom megcsinálni jobban, miért nem vagyok nyugodtabb például egy stresszesebb helyzetben. Tehát ez a nulla pont, önismeret, de azon belül is egy picit egyszerűsítve a dolgot, googlizzátok meg az Enneagram szót, és ott nagyon könnyű, egyszerű írások kijöhetnek ebben a témában, és mindenki egy picit magára ismerhet, de nyilván itt az ego működéséről van szó, de abban is meg kell ismerkednünk, már pedig az a lényeg. Tehát ezt nagyon sok szeretettel ajánlom, mint cégvezető, az egyik titkomat így akkor felvettem, hogy annak idején én ezzel a könyvvel indultam, és magamra ismertem, hogy hát igen, akkor ezért nem megy, mert ezek alapján, a viselkedési minták alapján működtem, és még működök most is részben, amiket a szüleinktől tanultunk. És ez nem olyan sok fajta. Tehát ezért egyszerűsíti ezt az önismereti munkát, hogyha ezzel az Enneagram témájával indul mindenki. Nagyon-nagyon sokat segít, nem csak a munkámban, nyilván a párkapcsolatban is, hiszen hogyha tudom, hogy most nekem ezt kell csinálnom, akkor arról tudok is beszélni a párommal. Jó, mit hoztam még ehhez? Aki ebben a témában mélyebbre akar merülni, tudom, hogy nem sokan vagyunk, tudom, hogy kevesebben leszünk, de úgyis eljön mindenkinek az életében az időpont, vagy az a holdpont, amikor muszáj lesz. Én javaslom azt, hogy egy picit foglalkozzunk önmagunkkal, tehát megmondom őszintén, hogy ugyanebben a témában most kevés píkes témát is hoztam, azért, mert tegnap inkább magammal foglalkoztam, és higgyétek el, mindenki jobban jár, hogyha mindenki magával foglalkozik. Elsősorban és csak utána közelítünk egymáshoz. Na most stressz esetén, idegeskedés esetén mit lehet csinálni? Na most azon kívül, hogy megismerkedtünk már önmagunkkal, és ez egy nagyon-nagyon nagy munka egyébként, tehát nem egy 5 perc alatt elvégezhető dolog, és egy folyamatosan javuló életminőséget fog okozni, hogyha egyre tudatosabbá válunk, és egyre jobban tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan okozunk magunknak szenvedést, mert gyakorlatilag erről van szó, akkor már az Enneagram segítségével el is tudjuk majd kerülni ezeket, és egyre jobb lesz az életünk, egyre kevesebb lesz a stressz, egyre kevesebb lesz az idegeskedés. Úgyhogy ez egy nagyon gyakorlatilag ingyen felhasználható dolog, mert mondom, az interneten is nagyon sok írás van ebben a témában. Na most nyilván, hogyha ennél több kell, mert ugye az én esetemben sem volt elég egy könyv elolvasásra, bár rengeteg könyvben van már a témában, mert megmondom őszintén, de szerintem ezt a kollégáim tudják, hogy az Enneagramot nem csak saját magamra használom, hanem egy idő után, hogyha sokat foglalkozol vele, akkor zsigerből meg tudod mondani majd, hogy a másik ember miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, és ezt nyilván egy cégben, mint cégvezető jól fel lehet használni, hiszen akkor esetleg időt is tudsz adni a másiknak, meg jobban átlátod akkor is, hogy ő miért tesz dolgokat, ha ő magát nem is ismeri. Tehát nekem ezért kellett többet. De emellett, ha még tovább akarunk ezen menni, és még többet szeretnénk elérni az életünkben, vagy hát megmondom őszintén, hogy egy idő után, aki erre rászokik, vagy ezekre a témákra rászokik, az tovább fog menni. Meg kell, és ezt sajnos nekem is ki kell mondanom, meg kellett nekem is tanulnom meditálni, tájcsizni, lazulni. Tehát korábban, amikor fiatalabb voltam, most 45 éves vagyok, akkor én is csak a sportot használtam arra, hogy a fejemből a testembe jussanak az energiák, és kevésbé pörögjek, kevésbé idegeskedjek, aggódjak, vagy gondolkozzak. Az kevés egy bizonyos szint fölött, és tudatosan rá kell szokni arra, hogy meditáljunk, tájcsizzunk, vagy horgászni járjunk, valamiféleképpen relaxáljunk, mert ez, ami ellazítja az idegrendszerünket, és akkor nem érezzük annyira stressznek azt, ami korábban stressznek éreztünk. Ez a második lehetőségünk. Erről nem akarok már többet beszélni, mert tudom, hogy nagyon sokat írtam, és már ajánlottam könyveket is hozzá.
ha idegesek vagyunk és stresszelünk, ezeket a módszereket mindenki gyakorlatilag ingyen, a meditáció ingyen van, meg kell kezdeni megtanulni, az enneagramot el lehet kezdeni használni, és akkor már nagyon-nagyon jó úton vagyunk az irányba, hogy teljesen kisimuljon az életünk. És akkor a fizikai szinteken mit csinálok én, mint Mező Mónika, a PIK-nek a vezetője, azt is meg tudom mutatni. Hoztam, megmondom őszintén, 3 olyan terméket, amit még nem mutattunk meg itt a videókban, azért nem, mert elsősorban a törzsvásárlók kapták meg, és a PIK Girl zárt csoportban lévő tagok, és a PIK Men zárt csoportban lévő tagok, de igazából mind a 3 alkalmas arra, hogy stresszt is kezeljünk, és ezeket, amint látjátok, bevallom, önös szándéka, én is lenyúltam magamnak, és pont nézegettem, hogy én is pont ezeket hoztam magammal, mert a legrosszabb az, gyerekek, hogyha stresszelünk és idegeskedünk. Tehát minden más nem számít, a lényeg az, hogy nyugodt életet éljünk, meg nyugodtan legyünk. Mutatom ezt a 3 cuccot, ami most még, hát most már ki fogom publikálni, hol elérhető a Peak Shopban, 1 forintért, és a maradék darabszámot nem tudom, már nem sok van szerintem egyikből sem, azt még holnapig meg lehet venni, 1 forintért is akár. Tehát mind a 3-at stresszkezelésre hoztam, el magammal. Az asvagandát nagyon-nagyon ajánlom, tök új termék, álombogyónak is hívják, és ez egy régi gyógyító tápanyag, pont erre való. Tehát most tudom, hogy nagyon sokat lehet idegeskedni, stresszelni a járvány által okozott problémák miatt. Látom, hogy a bevásárló központok félig végeredményben üresek, az edzőterem félig végeredményben üres, tovább mindenkinek egy kicsit nehezebb időszak következik, tehát a stresszel muszáj lesz foglalkozni. Tehát, hogyha fizikai szinteken tartunk, akkor én ezt javaslom, ezt az asvagandát, mert nekem nagyon bejött, őszintén mondom. Ami szintén új a PIK-től, és mondom, én is csak egy hete használom, ez az Iron Plus C. Ez a kombináció, tehát vas nyomelemmel nekem sokkal jobban bejött, mint a sima C-vitamin, jobban érzem magam tőle, és ez a lényeg. Ez is 1 forintért vihető. A magnéziumot mindenki ismeri, ezt nem akarom mutogatni, és akkor szerintem ezt már láttátok korábban, de én teljesen rászoktam. Tudom, hogy nagyon sok van a piacon most már D-vitamin, de most már nagyon kell, gyerekek. Én nem akarok itt eladni, de ennél őszintébben nem tudok mondani, meg beszélni. Tudom az orvosfejlesztőinktől, hogy nagyon-nagyon javasolják, hogy legalább 1,5 évig kell szedni ahhoz, hogy a megfelelő D-vitamin szinte legyen. Most meg már totálisan télvége van, úgyhogy szépen sütött bár ma is a nap, de egyáltalán nem áll elég magasan ahhoz, hogy megfelelő D-vitamin szint legyen a testünkben. Most, hogy ma anyadik hullám, engem már nem érdekel, szerintem ebben már mindenki így van a járvánnyal, toljátok a D-vitamint. Ennek az egynek az az előnye, én azért szeretem ezt, és azért ezt teszem a tablettákkal szemben, mert méz illata is van, méz íze is van, és cukormentes, tehát én nekem tökre belepasszol a diétámban. És méz az gyakorlatilag sose szokott lenni benne, tehát én örültem neki, hogy egy ilyen mézes dolgot ehetek. Jó, tehát ezt a 3-at még holnapig 1 forintért lehet vinni a Peak Shopból, és majd mindjárt odaadom a linket. Ezek új termékek, tök kevés van belőlük, ha elviszitek, nem tudom mikor lesz megint, mert tényleg csak tesztre rendeltük őket. És ne stresszeljetek, ezt szeretném kérni, mert nagyon rossz hatással van az egészségünkre is, és ami még rosszabb ezek mellett, komolyan mondom, hogy még rosszabb, hogy egymásra nagyon rossz hatással vagyunk. Tehát én azt látom a csapatunkban is, meg a környezetemben is, hogy a stresszelés, az idegeskedés, az egózás, ez az, ami nagyon sok fájdalmat okoz a másik embernek és mindenkinek. Úgyhogy magunkkal foglalkozunk először, ha nyugodtak vagyunk, mindenkinek jobb lesz, és saját magunknak is. Úgyhogy tényleg ezek az őszinte szavaim, én ezt tanultam az elmúlt 21 évben, mióta cégvezető vagyok, hogy elsősorban magammal kell foglalkozni azért, hogy mások se szenvedjenek, és utána én sem. Úgyhogy most is ezt javaslom, a járvány az kitűnő időszak arra, hogy magunkkal foglalkozzunk, és ügyesen ne stresszeljünk. Jó, tehát enneagram, meditáció, tai chi,
És a pék termékek egy részét is lehet erre használni, és hát a sportolás, amit tudunk csinálni. Remélem, hogy tudtam segíteni. Kicsit, nem mindenkinek kellemes a téma, én ezt tudom, de nem baj, vállalom. Örülök, hogyha fel tudjátok használni, vagy ha egy ember tudta használni, akkor egy ember. Itt leszünk és segítünk. Ha van kérdésetek, leszek a videó alatt, ha nincs, akkor lehet, hogy holnap még újra fogunk találkozni, és pihenjetek, hogy lazuljatok hétvégén. Örülök neki, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, puzilok mindenkit, sziasztok!